Férfi röplabdások a hét elején itthon fogadták Magyar Kupa mérkőzés keretében a Finó Kaposvár gárdáját. Csak a harmadik szedben tudtuk megszorongatni őket, így 3-0-val a Kaposvár otthon könnyen beúszhatja a továbbjutás jelentő győzelmet. A Magyar Kupa elődöntőjében ismét találkozott egymással a két rivális, a Kecskemét és a Kaposvár. Az első mérkőzés helyszíne szerdán a Messzi István sportcsarnok volt. A bajnokságban csak mi tudtuk őket egyszer elkapni hazai pályán, de így is vezetik a tabellát. KNC-es nyitással vendégponttal indult a találkozó. 4-3-as vezetésünk után nem gondoltuk volna, de nagyon elhúztak a szermester tanítványai. Mindösszesen 15 pontot szereztünk a kötelező 25-ből. A folytatásban 8-6-nál leragadtunk, majd 17-23-nál megpróbáltuk a lehetetlen, nekünk sem sikerült. Két játszmalabdát hárítottunk ugyan, de többre már nem kellett. A harmadik szettet alaposan megnyomtuk, és látszott a zavar a kaposvári gépezetben. 20-15-ig is eljutottunk, Barótit többször is hibára késztettük. 23-23-nál utolértek bennünket. Az idegöllő végjátékot ők bírták jobban és nyertek, a kötelező 2 pontot, és ezzel megnyerték a találkozót. Azért ez a mérkőzés, ez magasabb téttel bírt, mint az előző. Hála égnek most mindenki, majdnem mindenki egészséges volt, készültünk nagyon. Büszke vagyok a srácokra, mert látszott is a mérkőzés képében, hogy azért itt voltunk fejbe. Talán az utolsó szett volt az, amiben egy picit kiengedtünk. Ugye a lelkes hazai fiatalok tényleg le a kalappal, mert igyekeztek ezt megfogni, majdnem sikerült is, ha nincs szerencsénk itt az utolsó szedben még mindig játszanánk, úgyhogy gratulálok a kecskeméti csapatnak, mert tényleg nagyon ügyesen játszottak, de bízom benne, hogy Kaposváron is hasonló eredménye le tudjuk zárni a találkozót. Mi egy picit kiebb engedtünk, ők ezt pedig nagyon jól kihasználták, és tényleg itt a végén őszintén megmondom, szerencsénk volt, mert ez lehetett volna a labda gömbő, lehetett volna ide 2 pont is erre az oldalra, és akkor tényleg még mindig menne a mérkőzés. Ma hála égnek mellettünk volt a szerencsés. A hazai pálya azért szerintem fog annyit adni, hogy kicsit magabiztosabban fogjuk tudni ütni a szögeket. Ezt ma egy picit hiányoltam. Kerestük magunkat ebben a nagy terembe, azért otthon ezek jobban be vannak már lőve, úgyhogy én bízom benne, hogy egy hasonló, de még egy picit azért magabiztosabb játékot tudunk produkálni. Én a harmadik szedben elég éles volt a küzdelem, ha jól emlékszem, vezettünk 5 ponttal is, vagy lehet még többel is. Nagyon fáj az, hogy ilyen helyzetekben nem tudunk koncentrálni, és nem tudjuk azt a szettet végigvinni ekkora előnnyel. Szóval megint egy részem mosolyog, a másik nem, mert ez tényleg nagyon nagy hiba, ilyen csapat ellen pláne. Talán más szerkezetben is kezdtük el a mérkőzést, megpróbáltuk a blokkot magasítani, a fogadást stabilizálni, de úgy gondolom, hogy volt egy stabil játékunk, csak megint azok a kiki szituációk, megint ezek, amikor vállalkozni kéne az embereknek, azt hiányolom egy kicsit, hogy kértem is a hangulatról is, hogy mindent tegyünk bele, mindent adjunk bele, mert úgy fogunk átjutni egyről a kettőre. Ez is ingadozott, és úgy a játékunk is. A feladónkat kiemelném, a Török Somát, aki lehetőséget kapott kezdőnként, úgy gondolom, hogy nagyon ügyesen osztotta a labdákat. Varga Petit is kiemelném még, aki átlóposzton azért termelte a pontokat, nyilván volt, amikor kellett volna és nem jött, de őket mindenképpen kiemelném, és még Török Zsombort is, mert úgy gondolom, hogy ezen a meccsen elég stabil volt a fogadásunk. Nem lesz könnyű, de semmiképpen sem feltartott kézzel megyünk oda. Nyilván mindig van esély, hogyha mérkőzést elkezdi az ember, tehát ezzel nem foglalkozunk. Jó lett volna esetleg szettet vagy szetteket rabolni, vagy megnézni, mi történik, ha azt a harmadik szettet megnyerjük. Ez most így alakult, koncentrálunk a következőre.